Rendkívül fontos összecsapásra készültek focistáink a megyei első osztályú futballbajnokság hétvégi játéknapján, hiszen míg a narancssárga mezben virító mieink az utolsó előtti, addig a pirosmezes Nyírmártonfalva a sereghajtó pozícióban lépett pályára. A találkozó tétje persze nem mindenkit ragadott magával, így a sportpálya felújítási munkálatai a mérkőzés közben sem álltak le, s miközben fiaink az ellenféllel, addig a munkások a malteros kanállal és a betonkeverővel viaskodtak. Vendéghelyzetekkel kezdődött a találkozó, az elsőre már a második percben sor is került, szerencsénkre a pirosak 14-ese eltévesztette a kapu jobb alsó sarkát. A hetedik percben sem álltunk hadilában a szerencsével, egy távoli Nyírmártonfalvai lövés a jobb oldali kapufán csattant. Erre aztán az ellentámadásból már sikerült válaszolni. Szabó Péter keresztlabdájára Magyarorsi János csapott le, betört a 16-oson belülre, s ballábas lövését a kapus csak ügyjelbajjal tudta hárítani. A 18. percben Magyarorsi Zoltán szabadrúgása a sorfalról Karacsalé pattant, aki egy igazítás után bődületes nagy gólt lőtt. S mivel a tavasz során ez volt az első hazai találatunk az eddig lejátszott két hazai meccsen, volt is miért ünnepelni. Az örömünk azonban csak 3 percig tartott. A 21. percben egy kiugratást követően az alapvonali kisodródott vendégjátékos már-már lehetetlen szögből talált be a kapunkba, s ez is lett az első félidő eredménye. A szünetben Szabó Zsolt és Horváth Ricsi is beállt, s az első gólszerzési lehetőséget tulajdonképpen ők hozták össze ketten. Az 54. percben az ellenfél kapusa adott ajándékba egy újabb gólhelyzetet, ám Szabó Zsolt elkapkodta a lehetőséget. Alig telt el, újabb 2 perc, és megint egy veszélyes ladányi akció futott a jobb oldalon. Karas beadásába aztán kézzel ért bele a menteni akaró védő, s a bíró habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. A 11-est Horváth Ricsi értékesítette magabiztosan, így újra nálunk volt az előny, immár 2-1 arányban. A vezetés után futószalagon jöttek a nagyobbnál nagyobb ladányi helyzetek. A 60. percben Karacs hozta helyzetbe önmagát a bal oldalon, ám a hosszú sarok felé helyezett labdája keresztbe elsuhant a kapu előtt. 4 perccel később, Karacs indítása után Horváth Ricsi állhatott a kapussal szemben, de rossz megoldást választott, s a hálóőr vetődve védett. 1 perccel rá jött az újabb zicser, Karacs 2 védőt lerázva lőhetett volna gólt, ám ismét a vendégek kapusa győzött. Mindössze 2 percet kellett várni az újabb ladányi helyzetre. Szabó Zsolt beívelését az előre húzódó Erdős fejelte rá, a kapus megint hárított. A rendes játékidő letelte után 5 perces hosszabbítás, valamint újabb ladányi zicser következett. Horváth Ákos fejesét a kapus hatalmas bravúrral ütötte szögletre. S még mindig nem volt vége. A mieink tovább harcoltak a 3. gólért. A hosszabbítás utolsó percében Horváth Ákos a saját térfeléről indulva hámozta át magát a vendégeken, majd pontosan tálalt a túloldalra, ahol Horváth Ricsi érkezett menetrendszerűen, beállítva a 3-1-es végeredményt. Gratulálok a győzelemhez, Zoli! A felnőtt csapatunkban összesen 4 felnőtt játékos szerepelt a kezdőben. Menet közben változtattatok a kereten, minek következtében? Pontosan, hát köszönjük szépen a gratulációt, nagyon örülünk ennek a győzelemnek. Röviden annyit akarok erről az egészről mondani, hogy idáig eljutottunk, hogy sajnos ugye fél szezonban néhány ember cserbe hagyta a csapatot. Most erről nem akarok bővebben beszélni, néhány embernek itt lenne még a helye, akik felnőtt szintűek, ezért kellett az ifjúsági csapathoz hozzányúlni, akik ugye a mai mérkőzésen be is bizonyították, hogy ők már régen érettek erre a szintre. Hamarabb meg kellett volna húznunk ezt a lépést, és tényleg le a kalappal előttük. Nagyon gratulálok elsősorban a fiataloknak és annak a 4-5 felnőtt játékosnak, aki tovább itt van és csinálja a dolgát. A tegnapi nap folyamán a 2 ellenlábasunk, a Biarkeresztes és a Kaba 1-1-es döntetlen játszott. Ez nekünk a lehető legjobb eredmény volt, viszont ez meg kellett verni most az utolsó helyzetet nagy nehezen, de végül is sikerült. Pontosan, tehát itt ma nekünk semmi más eredmény nem lett volna elfogadható, csak a győzelem. Tehát a Kaba is ott van szorosan, a Biarkeresztes is, tehát nekünk ma itt csak győzelem lehetett, semmi más. Mennyire volt elégedett a játékkal? A második félidő elején nagyon-nagyon sok helyzetet kihagytunk. Pontosan visszatérve, hogy ugye már most látható volt, hogy aki kijött a mérkőzés, látható, hogy voltak helyzeteink, azért tudtunk egész héten gyakorolni, pont ezeket gyakoroltuk, sajnos jó magam is 100%-os zicsert hagytam ki, sikerült ugye 3 gólt rúgnunk, ami azt mondom, hogy itt hazai pályán teljesen jó, emellett még volt 3-4 olyan zicserünk, ami azt mondom, hogy megint 100%-os helyzet, hogyha azokat berúgjuk, akkor ez egy sima mérkőzés lett volna.
Korábban arra panaszkodtál, hogy az edzés látogatottság nem megfelelő. Most változott-e valami ezen a téren? Pontosan, teljesen megváltozott az egész rendszer. Ugye együtt van most már az ifjúsági csapat és a felnőtt csapat. Egy héten 3 edzést tartunk, és tehát ez a tényleg 3 edzés. Vagyunk 22-en, és végre normálisan lehet dolgozni az emberekkel. Van ugye Borús Pisti is nagyon sokat segít, a Pálmai Gyula is nagyon sokat segít, plusz a Károly Albert. Tehát így négyen, azt mondom, hogy négyen irányítjuk most ezt a úgymond két csapatot, és nagyon jól működik, és remélem, hogy ennek csak fölfele megy az eredménye is. Még egyszer gratulálok a fiataloknak. Nagyon-nagyon itt lóg a bajnokságban, mondjuk még nagyon sok hátra van, mert van még 6 vagy 7 forduló, de nagyon-nagyon itt lóg a fejünk fölött Damoklész kardja, hiszen a kiesés szélén vagyunk. Jó lenne azért elkerülni ezt az megye 2-es osztályt. Szépül a sportpályánk, új lelátó lesz, azért jó lenne megye 1-ben folytatni. Így van, pontosan. Hát sajnos, amiket elmondtam, ugye egy-két ember cserbe vagy mindent, tehát ez azért jutottunk idáig. Maga az az összefogás, ami itt most történt ebbe a 4 hétbe, én nagyon ebbe látom a reményt, és úgy gondolom, hogy ha ezt tudjuk tartani ezt a heti 3 edzést, akkor biztos, hogy nem lesz ebből semmi probléma. Nagyon-nagyon fontos meccsek előtt álltok, hiszen jön az Ebes, aztán megyünk Kabára, aztán Bihar keresztesre, ez mind-mind alsóházi rangadó végül is. Pontosan, hát igen, jövő héten fogadjuk az Ebest, ugye nem tudom, hallottátok el, hogy Szabó László lett ott a vezetőedző. Szerintem egy nagyon jó örömű mérkőzés lesz, és mi minden mérkőzésre így készülünk már 4 hete, hogy mindent meg akarunk nyerni. Tehát innesről kezdve nekünk 1 pont az nem nagyon számít, csak a 3 pont.